Itt állunk a Székesfehérvári Városháza előtt, ahol a közgyűlés az imént szavazta meg azt a határozati javaslatot, ami alapján Fehérvár önkormányzata többszörösen kivételezett helyzetbe fogja hozni a székesfehérvári zsidó mikroközösséget. Ugyanis 6 millió forintot különített el a város arra, hogy Fehérvár újra rabbit kaphasson. Polgármester úr szavaival élve, ez egy történelmi lehetőség a városunk előtt, hogy újra rabbia legyen Fehérvár közösségének. Én azt mondtam, hogy többszörösen kivételezett ezáltal a zsidó közösség, ugyanis először is a Covid világjárvány hatása alatt az okozta gazdasági nehézségekben, súlyos problémákban az önkormányzat is súlyos átcsoportosításokat és pénzmegbukásokat kellett, hogy elszenvedjen, és minden egyes fehérvári magyar polgárt is súlyosan érint ez a gazdasági pénzügyi válság. Biztos, hogy ebben a nehézségben arra van szükség leginkább, hogy egy kivételezett kis felekezetet ilyen mértékben hatalmas pénzösszeggel támogassunk. Másrészt pedig Fehérváron számos felekezet és közösség él. Ellenben egyetlen egy közösség, hitéleti közösség sem kap az önkormányzat részéről olyan jellegű támogatást, ami a saját vallási vezetőjének a finanszírozását akarná megoldani. Ebben egyedül mától a fehérvári zsidó közösség a kivételezett. Azt gondolom, hogy az ember igazságérzetét súlyosan bántja ez a kivételezés. És mint kiderült polgármester úr szavaiból, a közgyűlésben elmondott szavaiból, ez a 6 millió forint, ez nem egy egyösszegű támogatás, nem csak a 2020-as esztendőre szól, hanem innentől kezdve éveken keresztül, hosszú éveken keresztül Fehérvár lakossága fogja fizetni a zsidó közösség vallási vezetőjét, rabbiát. Én azt gondolom, hogy azon túl, hogy az embereknek az igazságérzetét és az egyenlőségbe vetett hitét ez súlyosan csorbítja és bántja, azon túl nekünk itt Székesfehérváron, Szent István városában, a magyar kereszténység bölcsőjében először is saját hitünkhöz, a kereszténységünkhöz kell ragaszkodni, ahhoz kell hűnek lenni, és azért kell dolgozzunk, hogy a kereszténység támogatását tudjuk minél intenzívebben elősegíteni.